A Diák Olimpia sajátossága, hogy a versenyévad a tanévvel együtt ér véget. A jubileumi 30. Diák Olimpiai évben országos szinten mintegy 280 ezer tanuló 18 sportágban, 6 korcsoportban küzdött az érmekért és a helyezésekért. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület két országos döntőnek is házigazdája volt. Külön is szeretném megköszönni a Magyar Diáksport Szövetségnek azt a bizalmat, amelyet felénk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diáksport Egyesület felé tanúsít. Két olyan országos döntőnek adhattunk helyszínt, amely azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy mind a kettő jelentőségében is kiemelkedik. Az egyik volt, és sorban az első, az összevont labdajátékok döntő, ahol pedig nagyon büszkék vagyunk arra, hogy aranyérmet is sikerült itthon tartani. A vasvári röplabdás lányoknak most is szeretnék gratulálni ennek az eredménynek az eléréséhez, nagyon büszkék vagyunk rájuk. Ez a rendezvény komoly logisztikai és komoly egyéb ráfordítást igényelt szakmai szempontból is, de úgy gondolom, hogy valóban sikerült úgy megvalósítani ezt a rendezvényt, hogy nem csak a sportolóknak, hanem a rendezvényre látogatóknak is maradéktanul eleget tudtunk tenni, az igényeket maradéktanul ki tudtuk elégíteni. A másik országos döntő az amatőr kézilabda országos döntő volt, szintén Nyíregyházán került megrendezésre, erre is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy kivételesen jól sikerült. Az eredményességre sem lehetett panasz, az elmúlt tanévben összesen 33 érmet szereztek az országos döntőben a megyei sportolói. Rengeteg érmet hoztak haza Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a diákok, illetve a különböző csapatok. Összefoglalva 13 aranyéremről beszélünk, ezek természetesen országos döntők, tehát nem az országos elődöntőkről vagy a megyei döntőkről beszélünk, hanem az országos döntőkről csak. 13 országos döntőbeli első helyezésünk van, 8 ezüstérem és 12 bronzérem, amely úgy gondolom, hogy tényleg egy olyan szám, amelyre miután lehetünk büszkék. Az úszók 4 arany, 2 ezüst és 5 bronzéremmel járultak hozzá a sikeres szerepléshez. A legeredményesebb sportágaink közül mindenképpen kiemelném az úszást, hiszen itt több iskolában is olyan úszásoktatás folyik, amelyre tényleg fel kell, hogy nézzünk, és a körülmények nem mindig olyanok, amelyek ideálisak lennének, és mégis sikerül eredményeket elérni, hogyha kiemelhetném itt például a vásárosnaményi úszókat, akik sokszor nem is gyakorolhatnak 50 méteres medencébe, és mégis az országos döntőbe olyan eredményeket érnek el, most például Debrecenben is 2/4 helyezést tudtak elhozni, amelyre azt hiszem sokan felkapják a fejüket ezeket az információkat hallva. Egyébként a körülmények egyre inkább javulnak, egyre több lehetőség van a sportolásra, így az úszásra is, úgyhogy bízom benne, hogy a megyei diákok azok még több aranyéremmel fogják majd megörvendeztetni a hazai publikumot. Az atlétikát még kiemelném, itt is azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy egy olyan sikersportágról beszélünk, amely a megye diáksport életét méltán öregbíti. Baracsi Endre még elmondta, hogy a következő tanévben is szeretnének országos döntőket rendezni, terveik szerint egy, a labdarúgás is magába foglaló, összevont labdajátékok döntő lenne a legrangosabb esemény, amelyen több mint 1000 diákot látnának vendégül házigazdaként.